Nem kaptunk levelet. Te kegyetlen. Én? Hát, kicsit. De most akkor mi van? Na jó, akkor viszont menni kell a Chamberoff-ba. It's a go. Tuti, hogy most fog levél jönni. Tuti fix. Szóval, quests, trajelle. Jó napot, csak elmentem megtanulni valami Ava de Malna. Szabad-e locsolni, csak másképpen. Füge professzor. Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bragbo's journals. He killed Lodgok to get it. Igen, szörnyű volt. He knows where the last repository is. Godric's heart. Lodgok and Ranrock were brothers. Lodgok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is. Tudnunk kell, hol van az utolsó izé. Surely this changes things. Ranrock has Bragbor's journals and knows where the final repository is. We obliterated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. Isadora told him. Isadora told Bragbor about the magic when she asked him to build a container for her. I've seen her memories. Isadora left memories for someone to find? You know what she did? Her memories showed what she did for her father, which I also saw in Professor Rookwood's pencil. Yes, láttuk. And a conversation with Bragbor in which she expressed frustration about the limits being placed on her use of ancient magic. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. Így van, készen állok. The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Nagyon jól tudok a szörnyekkel beszélni. Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. Értem már. An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Perhaps then you can tell me a little more about the memories of Isadora that you witnessed. Oké, akkor ott Tali, ugye, ahogy ezt szokás mondani. És akkor elviekben én ezt tök véletlenül megtaláltam, mert hova mennünk kell. Igen. Ezt pont megtaláltam. Ezt a helyet a felfedezéseim egyikén. Itt a falon lesz egy ilyen állatfej. És itt mondtátok is, hogy ez sztori dolog, és annyi, hogy amúgy alapvetően ez be van nőve növényzettel, és azt le kellett égetni. És én azt égettem le, és akkor láttam meg ezt, és mondtam, hogy hát ez meg micsoda. És akkor most jövünk ide ezek szerint. Nagyon jó. Füge professzor, én készen állok. Do you recognize the head sculpted there? Hát természetesen. It looks like a graphorn. And the prints carved into the ground lead me to believe that a graphorn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of Graphorns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. Okay. Okay, hoznunk kell egy ilyen állatkát. I'll do it. Excellent.
I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. Okay, innentől kezdve egyedül vagyunk. Aha, ide kell jönni egy ilyen állatkával. Jó. I've always said that travel broadens. Nem tudom gyors, vagy ezért repcsini menni. Szóval ez érdekes, utána kerestem a Trace Charm-nak, de nincs magyarázat fixen. Azt tudni, hogy régen az első Roxfordi diákokra helyezték a vonatra felszállás előtt, de arról nem esik szó, hogy későbbiekre hogy terjesztették ki ezt másokra is. De amiben nagyjából egyetértés van a Harry Potter teóriák között, hogy nagyjából az 50-es évektől használták Minus Tirimon mindenkin, úgy, hogy elvileg itt még nincs azokon van... Micsoda, elvileg itt még csak azokon van, akik elsősként érkeztek Roxford Express-en. Aha! Hát akkor valószínűleg rajtunk ezért nincsen, mert csak később terjesztették ki ezt a cuccost. Aha. Köszi, ugye itt a nyomjelről van szó. Oda kell által mennünk. Search for the Lord of the Shore. Én a Lord of the Rings-et azt ismerem. Az is jó. Már itt ez egy ilyen... tábor. Beköszönünk. Hello, jó napot! De beragadtam. Confringer, you've heard many of my but you're the one who's had enough. Protect. Allow me to pick the one who took the goblin expulsor. Can I see the infernal? Incendio. Levioso. That's incendio. Accio. Quite conductive, aren't we? Stand still. Accio. This is getting fun! Incendio. Levioso. Defender. Confringo. Lightning will avenge you. Flag Potter. Life Superman. Fight! Can you always? Protect him! Explosive! Defender. Survival. Stick. Expected. Pathetic. Levioso. Incendio. Accio. Confringo. Wait till Sebastian hears about this. An Ashwinder. Kapták. Jó. Revelio. Ládikókat. Kérem szépen. Kérem szépen átvizsgálásra a ládikókat. Köszönöm szépen. Ja Istenem, bocsánat. Control 1. Ha? Hogy adhatsz ilyet? Ó, mi az itt? Várpult? Akramantula Venom. Micsoda? Ott a mérge az izének, az Aragognak. Te jó Isten! Te jó Isten! Rebellion. Hát az nagyon-nagyon gonosz dolog. Ezért számoltunk itt le velük. Jó. Tábort akartam csak itt megcsinálni. Mehetünk tovább. Várja, mert itt van egy ilyen lepke, ezt most látom. Lepkés. Követősös. Piangó. Kellenek a dísztuccok a szobába. És miért nincsen zene? Na, egy gömb. Yes.
feed a beast, or it can feed you, if you get it. Confringo! Confringo! It's almost too easy! You're that hypocrite thief. Come here, now let's do it. Confringo! Here's one of those tables Professor Shaw mentioned. Ezt már megcsinál? Duk. Nagyon úgy néz ki. És akkor elvileg oda lentre kéne lemenni. Whee, hopp. Ott vannak ott van az a izé. These rocks have seen better days. Mondjátok már. This must be the place. Aha. Itt lesz hát. Ez az a hely. Igen, itt mutatják is, hogy ne menjél be. Jó, menjünk be. Oké. Okay. Hát, hogyha nem lehet ide, vagy nem érdemes ide bejönni, akkor bejövünk. Szép nézünk, mi baj lehet, ugye? Tudni, hogy őtet le kell majd lassítani, vagy valami. Gondolom. Mindjárt kiderül. Very well, Lord of the Shore. Show yourself. Hát mondjuk én elrejteném magamat. Hűha! Szia! Szia! Ja, hogy harcolni kell. Mindent látom. Hőte. Nyugi. Nyugi. Hűha. Mérges lett. Csicsi. Good Franco. Defend us. Kettőtől initiált. Tő. Ja, nem, az másik. Na jó van. Didn't anyone ever teach you not to take things that don't belong to you? Protect! Slow! Expulso!
It'll take more than this to stop the Lord of the Shore. It's you. That woman, isn't it? Expulso! Come back. Shouldn't meddle in other people's affairs. Expulso! This looks intriguing. We're crossing that bridge whether you like it or not. Boo! No need to race now, my friend. Ah, na jó. Mennyire király. Time for you all to clear out. What would you be needing a hippogriff for anyhow? Elütjük, akik szembe jönnek velünk. Jaj, várjál, kanyar. Hőte, vagy a másik, arra. Yes. Hát, de rohadt jó a zene is. Hello, füge professzor... Ja nem, nincs itt. De ő már nem tud bejönni velünk, nem? Hát ez király volt. Ez nagyon-nagyon király volt. Maradtam itt, nekem hiányzik a játékból, mint választható, micsoda? Lemaradtam, én nagyon sokat írtatok, ami nem baj, csak lemaradtam itt közben, a misszió közben. Csak olvasom, hogy Krea írja, hogy ha jól olvastam a hugrabugós a karakterünk, akkor van olyan küldetése, amivel el lehet jutni az Azkabanba, és lehet ott lehet használni a patrónust. Mi? Chassid! Itt van Chassid! Hello! De az csak, ha hugrabugos vagyok? A Gryffindor megy a temetőbe. Az a hugrabugnak egy speckó küldetése. Ó, na de várja, akkor Nessai volt az Azkabanba? Megcsinálta azt a küldit? Akkor azt mi meg fogom nézni. Volt, aha. Wow! Jön nekünk az a temetőbe a fej nélküli Nikkel. Nincs mese, újra kell játszani. Hát az fix, hogy az... Wow, de jó. Tehát mindegyik házhoz van külön speckó küldi? Az mondjuk respect. Elmondhatod Chassid, nyugodtan. Amúgy azt hittem Chassid, hogy itt én... Sértődtél, hogy mit mondtam a Forma 1-es témánál, itt próbáltunk megszumonálni téged. Berülök, hogy itt vagy tényleg. Szóval mondd el nyugodtan. Na akkor jól olvastam, Mardekáros rossz fiút akartam az újrajátszásnál, de lehet, hogy így ugrabugos rossz kislány lesz belőle. Ja, nem voltál a gépnél, ja jó, oké. Na, én közben meg, amíg ezt megírjátok, addig besétálok oda a szembe, mert... Túl jól néz ki, hogy innen távolról nézzük. Nézzük meg bentről is.
Igen, annyi szívecskét kaptál amúgy, hogy életedre be tudnád osztani. Szóval ez nagyon király, hogy minden házhoz kapcsolódóan van egy speckó küldetés. Ez tetszik. Ez egy plusz pont, én ezt nem tudtam. Azt hittem, hogy csak a PS van, mint extra dolog. Perhaps Professor Rackham was right to have had faith in you. I still have my reservations. Isadora, as you will see, was not who she seemed. I can only hope that you are. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. Okay. Vesd magad, ostoba tuk! Vagy vesd magad utána, ostoba tuk! Vagy magad vesd bele, ostoba tuk! Vagy valami, hogy volt? Máskor önmagad vesd bele, ostoba tuk! Bocsánat. Másik film. Másik franchise. Ezek annyira rohadt jól meg vannak csinálva. Máskor rendsz bele magadat ostobaságoddal együtt. Nem emlékszem már, hogy van a szöveg. Szóval mardekesek, mert polipus kazamatába mennek. Ah, wow. Azt viszont tudom, hogy a mardekáros common room, nem jut eszembe most magyarul. Ott, hogyha, mert ugye az övék az a víz alatt van. Azt hiszem a tó ba néz, úgymond a common roomnak az ablaka, és hogyha azt lövöldözöd, akkor oda csap a Kraken a csápjával. Igen, vannak ott sellők, aha. De én azt tudom, hogyha lövöldözöd az ablakot egy idő után, akkor oda csap a Kraken az ablakra. Na, lássuk a memóriát. The one who mastered memories, that's me. Eljöthető külön ezek Hello. Szerint a Isadorához. Isadora? Isadora? Aurora, Isadora. Ez itt a faterja, nem? Mr. Morgannak, I... Ezek szerint nem tartott túl sokáig a dolog. De várjatok, itt fel van dúlva egy csomó minden. Mr. Morgan? Mi a... Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father... Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. Micsoda? Diákokon? You must gather the others. You to return to your common room, all right?
have you done? Take a breath. Students, Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance? Your obsession with secrets? He won't suffer any longer. Not my father. Not my students. No one. Ja, csak semmi érzelmük nem maradt. Set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! Hoppa? Szóval, hogy ő ölte meg. Hoppá. She's alive. Ezt kevésbé mondható elő róla. Azért ez egy érdekes kérdés, hogy önmagunk maradunk-e a fájdalom elvesztésével. Vagy attól, hogy nem tudunk megbirkózni valamivel, van-e valaki másnak joga elvenni azt a fájdalmat. Adott esetben ugye itt ez itt a másik szerintem nagy probléma. Hogy attól, hogy valamilyen fájdalom, tehát valamilyen negatív dolog, fájdalom ér minket, ha azt nem tudjuk megtanulni, feldolgozni, hanem egyszerűen csak elvesszük, akkor annak annak úgy semmi, tehát az úgy nincs foganatja a dolognak, akkor, tehát hogy igazság szerint az egész következmények nélkülivé válik. Jó, akkor karakterünk kinek az őse? Igen, ez egy jó kérdés. Ez a rész, amúgy ez a map, itt ami a földön van, ez annyira rohadt jól néz ki. Ha, úristen, most találtam ki, srácok, senki nem lophatja el, és igen, így van, ahogy írja is Ron, hogy nagyon sokféle fájdalom, amiből tanulunk is, pontosan, és nagyon sok olyan fájdalom van, amin a legtöbben át fogunk esni, meg átesünk, és azokat igenis meg kell tanulnunk elviselni, és tovább lépni, és épülni belőle. Mondjuk az elvesztés fájdalma. Szóval azt akartam mondani, hogy hatalmas biznisz ötletem van, és már rájöttem, és én fogom árusítani, nálam kell majd rendelni, jó? Tehát, hogy mindenki készüljön. Hógömb formájában azt, ami itt látható, azt meg kell csinálni, leddel világítson, és benne, ha megrázod, akkor így csilin-csilin-csilin-csilin. Szerintem millió dollárok, baby, millió dollárok.
a következő stream, miután ez elkészül, amúgy az új streamer házamból lesz. Szerinted ilyesmi már van? Rohadt életbe, tudtam amúgy. Mit kellett elvilágítani? Hát a hógömb, tudjátok, van ez a nagy gömb, abba ezt, ami alattunk van, azt meg kell építeni, vagy meg kell csinálni, és úgy kell megcsinálni, hogy a, ha alul megnyomod a hógömböt, akkor a LED világítson, és akkor így világít a Castello. Na de visszatérve a sztorira, bocsánat. Ennyire menjek közel, ennyire. The caverns below Hogwarts, where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizardkind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrok does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the four artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrok for now. If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrok's intentions earlier. Yeah, yeah. I only hope it's not too late. If Ranrok really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. Grappling with a Graphorn. De rohadt jó volt ez a fő küldetés amúgy. Ez nagyon-nagyon rendben volt. És örülök, hogy nem erőltettek bele még egy trialt úgy, hogy menjek végig egy ilyen szummonálós, harcolós dolgon, hanem igazából itt a trial maga az állatnak a megszelídítése volt. A küldetésünk nem más, mint beszéljünk Mr. Ollivanderrel, hogy valamilyen pálcát elkészítsünk az artifacteknek köszönhetően, amiket összeszedtünk. Nagyon-nagyon szépen kérek mindenkit, ne spoilerezzen. Most mondani fogok egy gondolatot, hogy ha most... Jó? Tehát, hogy... Nem mondok semmit. Megyünk az állatkát kitenni a szobába. Nem mondok semmit. Nem. Bocsánat, végig gondoltam, hogy ha mondok valamit, akkor valószínűleg mi fog történni a cseten, és rájöttem, hogy azt nem akarom, úgyhogy visszajövünk ide. Na, azt mondja, hogy ő a tengerpartokat szereti állítólag, ha már Lord of the Shores, úgyhogy ide kéne őt igazából kirakni, nem? Jó, és megszületett ő belőle a pici, igaz? Ja Istenem, mennyien vagytok, várjatok, ez nem így van ám. Persze most megy kajálni mindegyik. De hol van a csöpség? Ott van!
Na jó. Hát Mitsuki. Hogy néz ki? Hát kész. Esze pici egyél. Az, hogy a fiam ugyanígy néz ki reggel ébredés után. De így tűsi beáll a haja. Egy automata simogatót igazán csinálhattak volna a játékba, hogy fel lehetne venni a házi manókat hozzá. Hát nyilván azt akarták, hogy a interaktáció megmaradjon. Én értem, hogy miért hagyták benne. Én tökre értem, hogy miért marad benne. Inkább csak az, hogy ne az automata kajáltatónak úgymond így nem látom értelmét, hogy mindig csak akkor mennek oda kajálni, amikor bejössz ide, és elkezdenél interaktálni velük. Tehát, hogyha az lenne ők folyamatosan, amikor az van, esznek, akkor ez nem lenne így para, viszont így elég furán jön ki. Hogy arra várok, hogy megkajáljanak, hogy utána tudjam nyomni a simogatót. Na mindegy, hát ez ilyen. Hát ha függetlenül ez egy teli találat lett itt amúgy ez állatkás dologgal, ezt tök jól eltalálták. Annyira a zene is amúgy patent, tehát hogy... Na most ide kéne nekünk... Lehet, hogy átköltöztetjük a madárkákat a Főnixhez. Vagy, hát nem tudom. De hogy elvileg ide... Aha. Ez a Dodó itt nagyon idegen, szerintem. Úgyhogy a Dodót vigyük innen. Azt mondja, egy Dodó. Vagy az érdelem. Settle yourself. I mean you no harm. Két Dodó. Jó itt, Gramori. Hello, hello. Nagyon jó. Akkor itt kéne szabadon engednünk őt. De kéne neki egy társ is. Jézus! Very big! The Lord of the Shore. Én a Lords of the Boards, azt ismerem, az... hasonló. Jó, itt van, jön. Jó, és akkor be tudtuk gyűjteni három darab ilyet, és akkor már is mehet a fejlesztéses. Elvileg így akkor meg vagyunk itt. A Dodókat elviszem. Hát szerintem felviszik a Főnixhez, most nem tudok jobbat. De most elvileg amúgy akkor megvan az összes állatka? Várjál. Collections. Yes. Yes, 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 megvan mind. Még kettő lény van, amivel nem találkoztam. Kettő enemy? Oké. Okay. Ruhában sincsen már olyan nagyon sok. Jó, alakulunk. Alakul ez a maximalizálásos dolog. Jó. Azt mondja, hogy el akartam vinni. Mindjárt megvan a 37. szint amúgy. Nagyon-nagyon közel vagyunk hozzá. Így. Aztán viselkedni és nem bántani a főnixet. Látjátok, és ez a baj, hogy ilyenkor nem tudok interaktálni, mert azt várom, hogy ők megkajáljanak. Semmi uram, nagyon szépen köszönöm a követést, üdít közöttünk, hello, hello. Köszi szépen.
Nagyon jó. Akkor jövök vissza itt. Csináljunk egy szüretelést a Hop. I think I know where we can Hopi. Find Doran. Meet me in the Forbidden Forest and we can tell him about the symbol the Mooncalves made. Megyek is. Ezt fogjuk csinálni. Szerintem a lehet, hogy a fő küldetéssel majd a legközelebb fogunk foglalkozni már. És inkább most, ami még ilyen mellékes dolog, azzal egy picit még amúgy is lassan hát mondanám, hogy idő van, de tudjátok, hogy ennél a játéknál meglehetősen sok idézőjel túlórát csináltunk, mert hát túl jó. Ja igen, a szőnyeg, amit találtunk. Új, nagyon jó. Találtunk ide ilyen gömböt. Wow, az hogy néz már ki, ezt muti. Sárkányos gömb. Csak mondom, sárkányos gömb. Nagyon jó. Fali díszt is találtunk. Méghozzá ezt. Muti, ez mi ez? Ha. Jó. És akkor találtunk még, ja igen, a puff. Elvileg akkor itt megvan minden? Wow. Láb puff. Nagyon jó. Az a nappaliba amúgy mehet, csak mondom. Nappaliba. Ez ide hibátlan. Dig things. You should be proud of all the potions. Ó, az úgy nagyon piros, az úgy nem tetszik. Akkor marad az a, ez a... Egy puff. Két puff. Középre... Hát, az ott nem jó helyen marad egyik. Na, hát ilyenekkel ment el sok időm amúgy ebbe a játékba. Úgy. Ez az. Egész jó. Az a baj, hogy nem lehet azt, hogy azt nyomod, hogy szit, és itt így leülök, és rágyújtok egy teára, érted? És csak hallgatom a zenét. Minion Hitman, neked is nagyon szépen köszönöm a követést, ütközöttünk. Jó szórakozást. Alright. Beazonosítottam, amit be kell. Megcsináltam, igen. Akkor gyors megnézzük, hogy van-e valami, ami jobb, mint ami nekünk van. Azt mondja, hogy kezd tyutyú. Tyutyú. Nem jó. Sapi-papi. Nem. Zöld. Biztos, hogy nem. Ez már mindentől kezdve így a játék vége felé elvi kérdés. Tük-tük-tük-tük. Jó. Akkor viszont amit lehetne csinálni, hogy elvileg most már van olyan szarv izém, akkor tudok update-elni azon, amin eddig nem tudtam. Tehát például a kalpagon most már tudok maxra upgrade-elni. Ezen tudok maxra upgrade-elni. Max. És ezen is tudok maxra upgrade-elni. És akkor minden, ami rajtam van, az maximum 3-as upgrade-del rendelkezik. Igen. És hol az achievement erre? Haló? Haló? Elnézést kívánok, kedves PS? Erre nincs achievement? Pff. Nyomor. Hű, na várjál, azt mondja, hogy világtérkép ütt. Mi a helyzet? Van-e új... Ja, hú, na várjál, igen, van mellékküldetésünk, a izével kell a Popival találkozni. Na és hol van a kis Popi? A Forbidden West? Forbidden West, az egy játék, te nagyon hülye streamer, te... Na, bocsánat, szóval, hogy oda akartunk menni, igen. Ugye, questek közül? Hű, na várjál, itt még más is van.
találkoznunk kell Sebastiannal is. Akkor menjünk először Sebastiannal. Vágjuk arcon, hogy hülye volt. Igen, oda. Undercraft, Croft, Lara Croft. Nem, de yes. Fogalmam sincs onnan. Csak az első hármasra ad. Nyomor. Milyen a PlayStation az is? Azt nem mondjátok, hogy nem tudjátok, hogy miből idézek. Azt nem mondjátok, hogy nem tudjátok, hogy miből idézek. Hogy miben van a nyomor. A második. Van, aki nem tudja. Lehet, hogy van. Na irány az Undercraft. 19-nek tűnök, vagy nem? Nem tudod, Chassid. Jó barátokba. Oké. Okay. Na most jön a drámai szituáció. She's devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. Mm-hmm. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but... What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Hát át kéne gondolni, turn me in. Sebastian. Did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. I know. I can't believe he's gone. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I need to be with Anne. Ezért nem szeretem ezeket a játékokat, mert amúgy egy csomószor olyan opció van választás, amiből egyiket se választanám, és tök mást mondanék. Csak nyilván még ott nem járunk, hogy játékfejlesztés és story game-ek kapcsán, hogy a saját válaszodat tud megadni, és arra reagáljon a játék. Szerintem amúgy ez lesz az igazi nagy breakthrough adott esetben egy ilyen RPG játéknál, ha eljutunk arra a szintre, hogy nem tudom, így tud, de egy kicsit még inkább a történetet önmagad átélni. De most hiába beszélek Ominisszal. Olyan mindegy, beszéljünk. Don't worry, Sebastian. I shall speak with Ominous. Thank you. You're a good friend, truly. Okay, no matter what happens from here, I'm glad we met. Jó, és akkor most beszéljünk. Sebastian. Ominous? What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. Jaj. Tehát most azt kell eldöntenünk, hogy... Szia Réka, hello. Hogy... és köszönöm szépen a követést, amúgy... Sanvokcsónak. Szóval azt kell eldöntenünk, hogy beköpjük-e Sebastiant, vagy sem. Tehát valójában, hogy kirugatjuk-e, vagy sem.
Miért akarjuk beköpni? Mert megölt valakit. A saját nagybátyját. És valójában szerintem amúgy nem is biztos, hogy teljes mértékben önmaga volt, amikor ez az egész történt. Szerintem nyilvánvalóan hatással volt rá az az a relikvia, amit megtaláltunk, ugye, amit ő folyamatosan kutatott, meg ugye a könyv is, amit megtaláltunk. Szóval sok olyan tárgy, ami azért sötét mágiát tartalmazott, hogy így mondjam. Azt hittem, itt még nem tartasz. Nem, hát itt tartunk most jelenleg, hogy mit csináljunk Sebastiannal. És most azon gondolkozom, hogy mi volna a helyes döntés, mert nyilván ettől függetlenül kiállna az ember Sebastian mellett is, de azért hülye volt, tehát túltolta. És nyilván azért ez egy túlkapott reakció volt, hogy ő megölte a saját nagybátyját. És azért viszont felelnie kell, tehát attól függetlenül a tetteinek következménye van, úgyhogy itt most bármennyire is szeretnék jó barátja maradni Sebastiannek, Ominisnak amúgy igaza van, hogy túl lett tolva ez itt. És ott van a húga is, aki amúgy meg beteg, aki akkor egyedül marad. Kérdés, hogy a játék mi... igen, akkor egyedül marad, hogyha bezárják Szebet, ez tény. Ez is igaz, erre nem gondoltam. Erre nem gondoltam, ez inkább. Igen, az is egy jó kérdés, amit Foltos is ír, hogy a játék részéről mennyire számít a döntés valójában. Tehát, hogy ha beköpjük, akkor mi történik, vagy ha nem akarom beköpni, akkor Ominis beköpi-e amúgy. Csak annyi, hogy mi kiálltunk Szebb mellett. Ajaj. Számít a döntés? Jaj, nem mond már. Jaj. Mibe számíthat? A végén jön nekünk segíteni, nem tudom tartani. A játék tiszteletben tartja ezt a döntésed. Ja, hogy olyan szinten, tehát, hogy akkor Ominis nem fogja beköpni. Aha. Akkor valószínűleg erre gondolsz. Jó, akkor viszont én azt mondom, hogy ne köpjük be. De csak azért, hogy nyilván ez egy életre valószínűleg megviseli majd Sebastian, de az még durvább lenne, hogyha emiatt ő abba hagyná a tanulást, és ő úgymond egy élet menne tönkre. Legalább remélhetőleg tanul ebből az egészből egy olyat, hogy nem szabad olyan dolgokkal kísérletezni, amihez fogalmat sincs. We do have a choice. What good will it do to turn him in now? He clearly regrets everything. He's not going to do anything like this again. We've both heard that before. But we also need to think about Anne. She's lost her health, now she's lost her uncle. Do you really want to take her brother away from her too? I understand what you're saying. Perhaps you're right. As much as I believe that Sebastian should pay for his actions, we'd only be punishing Anne as well. Mm-hmm. I hope we're doing the right thing. I'll talk to Anne. If it comes from me, she'll agree with this decision. Thank you, Ominous. You're a good friend. Whatever lies ahead, we must face it together. That I know. És milyen barátságokat kovácsol? Ez egy csávó, és amúgy milyen kis rohadék volt, amikor először találkoztunk vele, és amúgy kiderült, hogy miért olyan, amilyen. Tök jó, hogy ilyen rétegei vannak a karaktereknek amúgy, hogy kiderült, hogy ugye milyen családból származik, mit kellett gyerekként átélnie, és mire kényszerítették, hogy mit csináljon, és azért lett olyan, amilyen, azért van milyen meggyőződései. Szóval tök jó, ezek tökre sokat adnak nekem legalábbis így a játékhoz, hogy ennyire rétegzett karakterekről van szó a játékban. Hát ez komoly volt. Meg tök tetszik, hogy ilyen döntéseket is kell hozni. És akkor most várja itt Szent, hogy mit döntöttünk? Ja nem, megy tovább a WC-re. Oké. Okay.
Akkor it's over, és ezzel lezárul most, vagy még lesz még vajon ennek folytatása, ennek a storyline-nak?